Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most, amikor ezt elkezdem, ezt a videót, még fogalmam sincs, mi lesz a vége. Nagyon sok minden kavarok bennem. Ki akar jönni ilyenkor, utat engedek neki, az elmémet. Az elmekontrollt abszolút kizárom. Csak az jött, hogy üljek ide, és valami fog kijönni a fejemből, és a számból, ami adott esetben egy jó párunknak, jó párotoknak valamiért most kell. És akkor ugye szokás szerint kezdtem volna azzal, hogy 2021. február 15, 9 óra 55 volt, mikor bekapcsoltam ezt, most 57, és akkor rögtön jött is az első 20 filléres, hogy miért mondogatom én be ezt az időt, hiszen ez abszolút manipulált. Tehát ugye a kékvér könyvekben, most így nem akarnám kirogatni, hogy ennek mi a lényege, talán mégis egy teljesen más gondolkodás. Egy olyan gondolkodás, ami nem csak meg van tisztítva a hamis és manipulált információktól, mert ez alapvető, hanem amikor a teljes integrált lényed vesz részt az életben, nem csak az agyad, az elméd, és nem csak egy logikus információ halmazból épített fel az életed, hanem élet az éled, az életet, az életedet. És akkor ehhez köthető, ebben a teljesen új, kitágult rendszerben, ami gondolkodás, életmód, minden, létezés. Ugye ehhez, ha most nagyon be akarom kötni, mert hát kénytelen vagyunk még mindig embernyelven beszélni, emberileg gondolkodni, hogy amit bennem kavarok, valahogy így csatornáznom kell, hogy legalább egy pici értelme legyen, értelme is legyen, bár remélem, hogy az energiákat is veszitek nagyon sokan, amikor ideülök és valamit próbálok mondani. Tehát, hogy írok többek között ebben a manipulált, konkrét manipulált időről, naptárakról és az időről. Ugye van egy mondásunk, hogy a szív, az emberi szív egy perc alatt 72-t dobban. Na most szerintem, akinek a 60 másodperces percben 72-t dobban a szíve, menjen orvoshoz. Most tényleg nem szarkasztikus vagyok, tehát ez nem igaz. Ott le van vezetve, ott van egy óra, megtalálhatjátok, az egyesbe, meg a kettesbe is ott van az óra, és én most dolgozom egy olyan órát, meg fogok csinálni egy olyan órát, és azt fogom föltenni a falamra, ahol egy nap 2x10 órából áll. Most ez nem a mostani videónak a témája, ez ott van a könyvekbe. Akinek ez új, vagy csak egyszer olvasta el, és most azt mondja, hogy hú, elolvastam a kék könyvet, és nem emlékszem, lapozza föl, ott van benne. Tehát a valóságos, a kozmikus pulzálással harmonizáló egy másodperc, ha már mi itt ugye beosztjuk az időt, akkor az 72 másodpercből áll. A 72-es szám az egy forrásszám, ez is kék könyvek, fényszámok, ami ebben a téridőben, ugye a fényen leírható 3D-ben, azok a fényszámok, amik arra igazak, ez nem mennyiségi, hanem minőségi számtan, amit én leírtam a kékvérekben, és ami az új gondolkodásunkhoz van. És a teljes létezésünknek, a multidimenzionális létezésünknek itt a 3D-ben, a fénydimenzióban a 72 az alapritmusa. A szívdobbanás. Ugyanúgy, ahogy valamelyik nap megdöbbenve fedeztem föl, és ilyenkor finoman szólva mosolygok, amikor a kommentek vagy olvasói levelekbe írjátok, hogy hú, fantasztikus, elolvastam a kékvért, már mindent másképp látok, mikor fogom élni. Én nekem évekig tanították,
Évekig írtam, és azóta olvasom, és azóta ez a feladatom, hát ehhez képest, aki úgy gondolja, hogy elolvasta egyszer vagy kétszer, és miért nem éli már, miért nem változott meg, az most elgondolkodik, hogy mennyire értelmes és irreális ez a vágyakozása. Tehát ennél sokkal mélyebben bele kell menni, mikor először olvassátok, az elmétek vagy felfogja, vagy nem. Hú, milyen nehéz, mondják sokan, abszolút nem nehéz, hogyha elengeded, nem tudom, hanyatszori olvasással majd, akkor lehet ezeket megérteni. Tehát most döbbentem rá, ennyi idő után, a kékvérkönyvek lejegyzőjeként, írójaként, átadójaként, hogy gyakorlatilag, amikor ott találjátok a fény és a forrás számokat, és azóta erről valahol írtam is, hogy amikor ezt nekem tanították, az egy hihetetlen élmény volt, számomra abszolút új volt, tehát ha finoman fogalmazok, én hülye voltam matekból, abban az iskolarendszerben, ahol tanították. És most megint nem akarok elkalandozni, hogy hetedikben miért gondoltam úgy, hogy nem igaz az a tétel, ahogy tanítják, hogy a fénysebesség a legnagyobb sebesség. Erről sokat írtam, beszéltem, tehát voltak problémáim, sokat voltam az igazgatóiban, meg akartak buktatni, annak ellenére, hogy olyan komoly kérdéseket és összefüggéseket láttam, ami az ő suta rendszerükben már kérdésre volt értelmezhető. Tehát döbbenetes volt nekem átélni azt a tanítást, amikor megértettem, hogy például a hetes ebben a nem lineáris létezésben és gondolkodásban és rendszerben, és amikor a minőségéről beszélünk, még a számoknak is, ami ugye a számok nem a végső valóság, ahogy állítják, az mindig a leírása a valóságnak, a valóság, úgymond a geometria, azok a multidimensionális létező energiaformációk, amik információként is beszélünk róla, és amiket leír a szemtan, de amögött egy létező energetikai világ áll. Tehát a hetes, amikor befutod a hat almot, hat világot, kertet, ágat, szintet, és kikerülsz a hatalomból, senkinek a hatalmában, csak a te saját hatalmadban áll megszabadulni, mert magadba építetted, a hat összegződése, amikor befutottad mondjuk így a hatodikat is, és én már egy másik valaki vagyok, mert bennem van a hat, na az a hetes. Csak hogy érezzétek egy picikét, hogy miről beszélek a számoknak a minőségéről. Tehát ebben az egész hihetetlen dologban, amit nekem ott megtanítottak, és amit módosult tudatállapotba szóltak, hogy jegyzeteljek, mondtam, hogy én ezt minek jegyzeteljem, mindent értek, utána csináltam egy pár suta jegyzetet, majd lehet, hogy egyszer be is fotózom valahova, valakiknek, amin megdöbbentem, ahol tangens, meg négyzetgyök, meg olyanok voltak, amit hagyjuk, hogy mi közön van hozzá. Tehát lényeg az, hogy megtanítottak valamit, aminek én egy pici részét felfogtam, és amit én valahogy le tudtam írni a kék könyvekbe, és ott ugye a 72 volt az alapszám, amit mondtak, hogy az a pulzáció, az itt mindennek az alapja, mert az emberi szív ennyit dobban. És akkor kiderült, hogy amit még a 144 és a 36, ezeknek a mágikus számoknak, amikről írtam, amit írtam, most jöttem rá, hogy gyakorlatilag az időutazás kódjait kaptam meg. Na csak ennyit erről, hogy aki egy picit is komolyan veszi, és megértette, hogy mik vannak benne a kék könyvben, kék könyvekben, olvassa reggeltől estig. Miért mondom ezt? Azért, mert amiért ezt a videót is ma elkezdtem, és ami érik bennem,
így ma reggel megint hétfő reggel lévén, egy héten egyszer belenézek, hogy mit ad le a média az őrületből, így csak azt láttam, hogy itt még nagyon-nagyon kell beszélni arról, világítani mögé a dolgok mögé, mert még aki gondolja, hogy érti, hogy miről van szó, nem vagyok benne biztos, hogy érti magamat is beleértve ebbe természetesen, tehát én is naponta ébredek rá egyre magasabb szinten a mögöttes folyamatokra, hiszen a színpad, a 3D-s történelem, ugye az utazás az aranykorba a kékvéreknek, akkor már végigmutatom ezt a három csodát, tehát ebbe ugye ennek az is a címe, hogy az emberi történelem metafizikája, tehát a mi mindennapjainknak, a mostani gondolatomnak, hogy ideültem, van egy metafizikai elindítója, egy gyökere, amiből ebben a téridőben kell valamennyi idő, elért az agyamig, igent mondtam, és megcselekedtem, elkészültem, leültem, tehát van egy időhátolódás, de mindennek ebben a világban, amit mi világnak nevezünk, ugye metafizikai gyökerei vannak, ebből kifolyólag, ha a színpadi történéseket nézed, de erről szól az egész kékvér, hogy itt aztán még csak logikája sincs, de ha úgy gondolod, hogy van logikája, az sem a végső. Nem itt gyökerezik a oka, nem itt van a gyökér, ebből kifolyólag nem itt vannak a válaszok, a kérdéseidet is föl kell emelni egy metafizikai szintre, és ki kell kutatni, itt végignézed, és fölmész, és ott fog összeállni egy teljes képé, hogy mi történik. Tehát most ez egy kis gyakorlás, valamit elindítottam magamban, elsősorban, hogy lehet itt még bőven megtalálni olyan dolgokat, amiket át tudunk adni egymásnak. Ugyanis konkrétan az elmúlt napok bejegyzéseire, amit föltettem például a Facebookra, ugye, meg itt ugye vannak a vakcinás táborok, vakciellenes táborok, és akkor erről ugyanúgy jókat lehet vitázni, mint hogy jó-e a véradás, nem jó a véradás, adjunk-e szervet, ne adjunk szervet, mi a csodát csináljunk ezzel, mit gondoljunk, az egyneműek szerelméről, mit ne gondoljunk róla, és ilyen vérre gyilkolásig menő vitákat tudunk erről folytatni, mert nem értjük meg, hogy ezek jelensége, a nyilvánvaló világ, a látszólagosság, de semminek nincs itt a gyökere. Az is-is rendszerében, amiről az egész kék könyvek szólnak, amit nem elég így elolvasni, és mentálisan, ezt értem, ezt nem értem, ez nehéz, ez nem elég, addig kell olvasni, amíg át nem fordul az egész gondolkodásod egy is-isben. És akkor ugye írják, hogy minek fél Mari néni a vakcinától, a vakcinát lehet semlegesíteni. Aha, de nem biztos, hogy Mari néninek. Tehát ugye annak idején azért jutott itt most Mari néni az eszembe, egy időben sokat hívtak ugye Jakab István barátom a Viva Natura TV-ben, és mindig azt mondta, amivel eleinte egyetértettem, aztán már annyira mondtam, hogy tehát ő mindig azt mondta, hogy Ági, próbáljuk meg úgy beszélgetni, hogy Mari néni is a konyhába megértse, mikor főz. És akkor eleinte gondoltam, hogy tényleg. Aztán egy idő után mondtam, hogy figyelj István, nem, én mostantól kezdve nem szeretnék Mari néninek beszélni, aki a konyhába főz, hagyja már abba Mari néni a főzést, és ha ő kíváncsi tényleg önmaga miatt, nem miattam, hogy meghallgasson valamit, akkor az a minimum, hogy abba hagyja a főzést, és oda koncentrál valamire. Netán el is gondolkodik rajta, tehát aki főz, az főzzön. Akik pedig komolyan veszi magát, annak pedig más szinten fogok beszélni, mint Mari néninek tettem azelőtt. Na, most itt már fogalmam sincs Mari nénitől, hogy jutottunk ide. Tehát lényeg az, hogy, ja igen,
Tehát Mari néni miközben főz, az hódziher, hogy nem fog semmit semlegesíteni. Ugye itt van a bármilyen alternatív gyógyászat például, amin lehet vitatkozni, hogy a kézzel gyógyítás, most ez nem akarom direkt, hogy van erre mindenféle módszer, és ma már ezt is bezárták egy zárt rendszerbe, amit állítólag csak ember tud embernek beavatni. Hát én nem így gondolom. Tehát ugye elektromos lények vagyunk, és aki már kellő tudatszinten van, az nagyon jól tudja, hogy mit hogyan tud használni, és hogyan tud, ha kell, fizikai szinten, mert azért a kézzel való gyógyítás, akkor is, ha nem érek hozzá, és semmi más nem alkalmazok, az ugye a biológiai testen is hat, az energia testen keresztül. És akkor most erről vitázzunk. Ez hatékony? Ez működik? Ez elég erős? Erre hogy lehet válaszolni? Attól függ, hogy ki használja. Mari néni miközben főz, semmit nem fog csinálni, tehát hókusz-pókuszolhat, elmehet egy tanfolyamra, megmutatják neki, hogy így tartsd a kezed, ekkor lehetőleg gondolj erre, számolj eddig, lélegezz hármat, és akkor kéne, hogy megtörténjen a gyógyulás. Nem fog megtörténni. Ezek elmekonstrukciók. Az összes beavatás az elmúlt pár ezer évben elmekonstrukció. A szív. A szíved össze van-e kapcsolva, online van-e, rá vagy-e kötve a holo univerzumra, a holohálóra, ahonnan az emberi lét frekvenciái, pulzációi fölötti jeleket beengeded-e a szívkapudon, nem a biológiai szívről beszélek most nyilvánvalóan, de az leképezi azokat a jeleket valamiért az emberi testben, ami szén alapú és vizes, és nem tudom én milyen ásványi anyagokból állunk, ilyen szerkezettel, ezek a frekvenciák a biológiai szíven egy 72 ütés, tehát egy jó időegységet találtunk, amit ki tudtunk nevezni, hogy 72 másodperc, az egy perc, az egy egészséges embernek a szívritmusa. Tehát minden, ezáltal a gyógyulás is, nem csak az időutazás, de még a kézzel való gyógyulás is szív alapú. Tehát amikor arról beszélünk, és egyesek nagyképűen dobálóznak azzal, hogy ugyan már mit félsz, Mari néni, Joli néni, Joci bácsi, nem tudom én kicsoda, majd kivezetjük, majd semlegesítjük. Igen, van, aki meg tudja csinálni. Ahogy fénnyel is lehet táplálkozni, erről is nagyon sokat írok a hármas kötetben, csak aki úgy tegnap még pacalpörköltöt evett, aztán szembesül, mondják neki, hogy te figyelj, Józsi, nem kell pacalpörkölt, táplálkozz fénnyel. Ő bele fog halni konkrétan. Attól függetlenül, hogy való igaz, hogy vannak olyan nagyon magas tudattal rendelkező lények, akikre ez igaz. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a tudatszint, ami egy tengely, egy kozmikus tengely, az egyébként ugye a gerincoszlopunk, abban van a gerincvelő, és a gerincvelői folyadék, kék könyv, kék lény kozmogóniája ezzel van tele, hogy ott van az ősvíz, a kundalini energiával azt legyél szíves feléleszteni, azokat az energiákat megnyitni, hogy a testet teljesen más szinten pulzáljon. Na és amikor mindezt megtetted, és itt a kék területről, most itt nem csak a tobozmirigy, hipofízis, agyalapi mirigy, ami végig össze van kötve a lúz csont itt alul, ahol a kundalini kígyók nyugszanak, amik inaktívak, és amikor neked az egész gerinced, gerincvelői folyadékod, az ősvíz, a multidimenzionális éned elkezd pulzálni, na az már nem Mari néni, aki a konyhában főz, az egy másik lény. Annak az ereje, annak az energiaszintje, az meghaladja ennek a téridőnek a frekvenciáját, annak valóban, ahogy Jézus mondta, ha mérges kígyó marja meg, ha mérget iszik, annak
tényleg nem árt. A zárójelben mindig szoktam mondani, aki viszont ott eljutott arra a tudatszintre, az nem fogja magát megmaratni, meg meginni, mert az innentől kezdve számára egy cirkuszi komédia, de abban az erőpotenciálban lesz. Tehát ezt az egészet úgy kell nézni. Egyrészt nem szabad magunkat ilyen önhűítésként azt mondani, hogy ránk semmi nem hat. Ez igaz? A te tudattengelyed, ha van azon a szinten, ami már azt a vibrációt működteti, akkor az igaz. Egyébként meg nem igaz. Egyébként meg baromira rá fogsz fázni. Akkor meg az az igaz, hogy meg kell tenni bizonyos védekezéseket. De leginkább el kell kezdeni azt a kundalinit alulról, a luscsontból összerezegtetni innen a fejtetői csakrákról, a koronacsakráról, és fogunk beszélni, de írtam, ott van, hogy mi a magyaroknak az igazi magaroknak a koronája, a Mária igaz koronája, ami nem volt soha metálba, fémekbe, semmibe megöntve, mert egy metafizikai korona, ami téged megkoronáz, és akkor rezeg. Akkor rezeg az egész, az az igazi gerinces ember, nem csak a szólásmondás morális miskája, az már egy redukált vetülete, az is igaz a 3D-be, de az a gerinces ember, akinek élő a gerince, az ősvíz, a gerincvelői folyadék, ez pedig önmagától nem válik élővé. Itt mondta Jézus, hogy kik a halottak, és kik az élők. Nem azok, akik két lábon futkosnak, és pacalpörköltet esznek, meg nem tudom, miket esznek, árnyékszékre mennek. Látszólag mi azt hiszük, hogy ez él. Jézus számára ez az ember halott, metafizikailag, szellemileg. Tehát erről is rengeteget írok a kék könyvekben. És én azt mondom, hogy aki még mindig csak elmével olvassa a kékvéreket, én most nagyon komolyan azt gondolom, kapja el, én feltételezem mindenkinek, aki olvasta a kékvért, megvan a kezdeti trilógia, a kékvérnek a tükörképe, amit nevezzünk abszolút szívkönyveknek, az Aranyasszony trilógia, ugye? Az Aranyasszony útja, az első kötet, a második az Aranykapu és a Perui patnő. Noha tény és való, hogy leginkább a második, a középső kötet az, amiért, és a harmadik természetesen, amiért meg kellett írnom idézőjelbe ezt a trilógiát, de előkészületlenül kár belevágni, ezért meg kellett írni az első részt is. Ez annak idején, ugye én nem tudtam, hogy ebből 3 rész lesz, a saját beavatási lépcsőfokaim vannak itt, és a mestereim mindig mondják, hogy nem véletlenül így születtek a könyvek, ugye amiket már aztán az Aranyasszony útja második felétől vált nyilvánvalóvá, hogy égi segítséget kapok, és ez az égi segítség ugye egyre erősödött, egyre komolyabbá vált, amit végig lehet követni a könyveken. De, megmondom nagyon őszintén, az Aranyasszony trilógia az olyan erőteljes szívkapu nyitó, hogy aki csak így belerohant, és habzsolni a kékvér tudását, aztán hú, nehéz, meg megértettem, meg semmi, és leteszem, az kezdje az Aranyasszony trilógiát olvasni. Adja meg magának kellő komolysággal azt az előkészületet, mert nem mindegy, az Aranyasszony trilógia úgy át rezegtet. Ha én egyszer, ha lenne időm, és kiadnám azokat az olvasói leveleket, amiket nem tudom, 10-valahány éve kapok, hogy hányan gyógyultak meg hihetetlen betegségekből. Azért, mert az Aranyasszony trilógiába nem is érted, hogy mi történik. Egyszer csak elkezdesz átalakulni. Más lesz a frekvenciád, másképp veszed a levegőt, és csak melegszik, és nem is tudod, hogy mi történik, de jé, elmúlt, ez is elmúlt, rengeteg ilyen van. Tehát minden elvárás nélkül én nagyon-nagyon szeretném, hogyha minél többen elkezdenétek olvasni, és utána ismét, ha kell, nem tudom hányszor elővenni a kék könyveket. Én ezt most nagyon fontosnak tartom. Egy videóba akartam betenni, de lehet, hogy be is teszem, aztán majd csinálok egy külön videót.
mert ez is az eszembe jutott, és elővettem ezt a nagyon méltatlanul nem forgatott könyvemet. Ugye az Álmaim valósága, aminél a névváltásom is volt, tehát hihetetlen energiákat hordoz, amikor, hát aki most olyan hallgatja, aki nem tudja, ugye 2007, 2008 és 2009-ben és 2010-ben Peruban voltam, ebből 2007 és 2008-9-ben, hát amit nyilván utólag tudtam meg, ahogy kikerültem, le van írva minden, egy perui titkos ügynök karmai közé, aki többször megkísérelt ellenem gyilkosságot. Ő egy nagyon szétszedett személyiségű, totális elmeprogramozott katona, tehát nem simán elmebeteg volt, vagy bipoláris, vagy semmilyen. És amit én akkor átéltem a teljes beszorítottságban, gyakorlatilag hihetetlenül kellett, nekem kellett, nyilván nem mindenkinek kell, kinek mi van az életében, milyen feladatokkal, milyen restanciákkal, milyen személyiséggel érkezett ide. Én iszonyú halogatós voltam, de amit akkor még nem tudtam, hogy én mit vállaltam, ugye ezeket a könyveket átalakulni ahhoz, hogy a mesterek képesek legyenek velem kommunikálni, ahhoz nagyon sokat kell tenni, ahhoz nekem ki kellett menni, és megélni azt, és a halálfélelemben, ugye, ahogy fogom itt is olvasni, állati nagy energiák, kvantumugrást lehet tenni, hogy ezt miért mondom el? Azért mondom el, mert igazából ez, amit látok, az ugyan számomra egy ilyen nagyon bugyuta forgatókönyv szerinti horrorisztikus, tragikomédiás színpad, amit jelenet, amit most itt előadnak. De nyilvánvaló rengeteg ember van, akit már ez is kiüt, hiszen mi történik? Egy régi világ szó szerint összekezd omlani. És ahogy a kékvérekbe, könyvekbe leírtam, évekkel ezelőtt leírtam, tehát minden ott van benne, el fog jönni ez a korszak, amikor most mindegy, fordul az idő. Ez látható volt, ha nem is láttuk teljesen, ugye, ahogy az aranyasszonyba írom, szívimplantátum még eljöhet, vagy vakcinába tett implantátum, vagy csak simán az RNS, DNS, tehát olyan fehérjével olyan információt juttatnak be, ami a te DNS-edet elkezdi manipulálni. De azt leírtam, hogy akik, tehát a régi minta, régi program le fog járni, lesz egy új, de lesz egy vákumidő, amikor szó szerint vagy elkezdenek hullani az emberek, egyébként is, vagy olyan betegségekbe, vagy olyan pici információkba, akár mint ez a vírus, amit egyébként normálisan így megrázná magát, de aki nem készült föl, és nem kapcsolódott össze azzal a holohálóval, amin már jönnek az új programok, a hihetetlen segítség, a kapaszkodók, akkor a Föld úgy fog kinézni, mint egy elmegyógyintézet, úgy néz ki, mint egy elmegyógyintézet, meg fognak zavarodni emberek, megőrülnek, és ez általában az ismeretlentől való félelem, az ugye tólik skálán egyén függően fokozódhat. És miért fontos tudatosítani, és miért fogom ezt felolvasni? Azért, mert nem hiszük el, hogy minden a hasznunkra válik. Tehát amikor azt írom 3 köteten keresztül az új gondolkodásba, nem igaz, hogy van abszolút jó és rossz, mellesleg, ezt is majd még jobban szét fogom szedni, bár le van írva tökéletesen a kék könyvekben, hogy ez a dualitás, ez látszólagos, ez nem igaz, nem igaz. Igazából integráció van, csak mi, ahogy szétestünk, tudathasadtá váltunk, meg nővé férfivá, látjuk ezt a világot duálisnak. De ez egy látszat, egy illúzió valójában, nem ez az igazság. Tehát most elfelejtettem már a gondolatszálat, majd ha kell, akkor az eszembe fog jutni, hogy
hogy miért nagyon igen, hogy aki itt, akinek ez félelmetes, van akinek picit félelmetes, de minden esetre ugye a pszichológia azért az tudja, hogy ha kihúzzák a talajt az ember alól, hirtelen megváltozik csak az életkörülményei, bármi, a megszokottság, a rutinok, ha azt elszedik, az egy hihetetlen zavart tud kelteni szellemileg, lelkileg és testileg. Tehát hajrá, nem kellett ide komoly vírus, nem az kellett, hogy itt valójában potyogjanak az emberek. Lehet, hogyha nem is ennyi, de azért valamennyi emberre még szüksége van azoknak, akik ezt kitalálták. Majd meglátjuk, majd eldöntik, hogy mennyire. De egyelőre nem is az volt a cél, hogy itt testileg kinyírni, nem tudom, egy csomó embert, mert ahhoz, ugye sejtitek, nyilvánvalóan bármit ránk tudnának, biodolgot, bioterrorizmussal bármit ránk tudnának engedni. Itt nem ez volt a cél, tehát nem magától a betegségtől kell félni, mégis ettől rettegtetik az embereket, ugye erre koncentrálok, ez a fél, nem. Maga az félelmetes, hogy a rutinodat, hogy felkeltél, maszk nélkül elmentél, hogy a gyereked iskolába járt, hogy nem home office-ba kellett lenni, amiért annyira tapsikolnak sokan, de gondolj bele, hogy amikor a hálószobába dolgozik a férj, a nappaliba a feleség, vagy fordítva, a te házad, ami eddig nem a munka világából volt tele, azt most itt jól berezekteted. Az összes szentségelésed, a probléma, a nem tudom én mi, ami eddig a munkahelyen tudtad hagyni, na most már nem tudod ott hagyni. Szépen el se viszed otthonról, tehát oda rakódik le minden. Mindegy, ez is egy másik témakör. De lényeg az, hogy úgymond az a világ, ami úgy volt borzalmas, ahogy volt, de legalább megszoktuk, ugye? Tehát egy ismert börtön volt, vagy valami. Na most azt is elvették tőlünk. Ezzel olyan sérülékenyé válnak emberek, hogyha semmiféle konkrét betegség, vírus nem lenne, az pontosan ugyanilyen károkat tudna okozni. Egy szétszedett elmé, aki nem tudja, hogy megzavarodott emberek tömkelegeibe, elég, ha rányitják az ablakot, tüdőgyuszi. Elég, hogyha nem tudom én, ráköhög valaki, már képes annyira megbetegedni, hogy akár bele is hal, amit normálisan, nem ilyen szétszedett állapotba, még az ő gyengébb immunrendszere is simán kinevetett volna. Tehát ez a lényeg. És az, hogy miért jó ez nekünk, azért, mert valamiért ez az emberiség, bocsánatot kérek mindenkitől, megengedte, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Azért itt az emberek nagy része, és sok mindenben ugyanúgy ludas vagyok, mert azért én is beleültem autóba, stb. Tehát a szennyezéstől, a bankok használatától, a globál cégek használatától. Tehát azért itt nézzünk már szembe magunkkal. Élveztük ezt a nagy kényelmet. Tehát most mindenki ezt az árat fizeti. Akár ökológiailag, táplálkozásilag, az állatok kizsigerése, a föld kizsigerélése, olcsó bankkölcsönök, a nem tudom én mi, a harmadik autó megvétele. Tehát ez a hedonista gondolkodás, ez most benyújtotta a számlát. Tehát mi megengedtük. Nem akartunk felébredni, nem akartuk komolyan venni. Idáig fajultak a dolgok. Tehát ezt tudomásul kell venni. És aki még mindig külső gonoszra mutat, az kiszolgáltatott. Aki legalább leül a tükör elé, és őszintén szembenéz magával, már adott önmagának 50% esélyt. Miért? Mert már önmagán kezdett el dolgozni. Tehát én azt mondom, menjünk, ha ez kellett, hogy sarokba szorítsanak, semmi gond. A sarokba szorítottság, amikor már majd halálfélelembe fognak sokan rögni, akkor képesek kvantumot ugrani. Ha ez kellett nekünk, akkor idáig megy el a dolog. De értsétek meg, hogy minden, ami javunkat szolgálja, már mint azoknak, akik ezt felfogják, és végre elkezdik így nézni. Úgyhogy most zárom ezt a mai monológot, remélem, hogy volt legalább egy-két mondat olyan, amiért értelmes volt ideülni, és nem raboltam senkinek az idejét, mert valamicske kis erőt, gondol, bármit tudtam adni, úgyhogy most ebből a könyvemből olvasnék föl
egy részt, tehát ez az első gyilkossági kísérlet után volt. És akit érdekel, hogy én mit kerestem ott kint ezzel a szörny vagy katonaság által teljesen elmeprogramozott titkos ügynök mellett, az nem tudja megúszni, hogy ne olvassa el, de ígérem, hogy nem fog csalódni a könyvben. Igen, az a szombati nap volt, amikor minden megfordult. Kiléptem. Mit kiléptem? Kizuhantam az emberileg biztonságos világomból. Immár maga a szörny nézett rám. Eddig maszkolta magát, és egy durva, önkontroll nélküli, de aránylag épeszű ember képében igyekezett megfélemlíteni. Hogyha elmondanám egy szakembernek a tüneteket, mint például habzó száj, hörgés, kidüllett, sőt kifordult szemek, kényszerítő hangok, mindezeket nyilván nem utalná a paranormális, avagy metafizikai tünetek közé, mert el sem ismerik, hogy ilyen létezik. Zárójel, pontosan ezért képtelen gyógyítani a pszichiátria, és csak tünetileg kezel, mert kihagyja a legalapvetőbb emberi dimenziót. Így se őket, de még téged sem kívánlak meggyőzni, hogy amit láttam, éreztem a bőrömön, ami rám nézett, és ami világosan megfenyegetett a csontomig hatolóan, az nem egy sima őrjöngő, elmebeteg ember kitörése volt. Noha nyilvánvalóan a mai érzékenységemnek még csak a közelében sem jártam akkor, azért a testen kívüli élmény, a látomások, az akkor még csak röpke ideig tartó módosult tudatállapotban kapott tanítások miatt már egyértelműen képes voltam megkülönböztetni azt az erőt, azt a jelenlétet, amit nevezzünk egyenlőre földön túlinak. Amikor eddig is bármikor durván, pszichoterroristaként beszélt velem, az esetek legnagyobb részében képes voltam arra, hogy az első összerezzenés után teljesen függetlenítsem mind magam, vagyis ne vegyek semmit magamra, és nem utassak semmiféle érzelmi reakciót. Másrészt azon iparkodtam, hogy ne gyűlöljem meg. Ember feletti feladat voltám folytonosan emlékeztetni magam arra, hogy ez most itt egy szörny, saját megfogalmazása szerint, de nem maga az ember, akit a markában tart. Amikor kedd délután visszatértünk Csiklájóba Hajankáról, másnap végre ismét magamra maradtam. Csak feküdtem a csupasz szoba padlójára dobott matracon, gyönyörű nyári nap volt, a szobába két irányból is beömlött a napfény. A baloldali ablakunk a főbérlő belső kertjére nézett, ami egyfajta téli kert volt, és rengeteg papagája és egyéb egzotikus madara rajcsúrozott vidáman. Csicsergésük az élet erejét árasztották felém. Ha jobbra néztem, onnan a városi zajok szűrődtek be az utcafronti bejárati üvegajtón és az étkező ablakán, amire a nyitott szobaajtón át ráláttam a fekhelyemről is. E két racionális életforrás között feküdtem én, a mennyezetet bámulva, és halvány fogalmam sem volt, hogy most akkor mi van és mi lesz. De még most is, amikor e sort írom, ide kúszott a számba annak az akkor még igencsak ismeretlen érzetnek az íze, amit úgy tudnék legjobban bemutatni, hogy az új ági érzékelése. Konkrétan úgy éreztem, mindjárt megszülök valakit, aki szinte már dörömből ott benn, akinek nagyon erős, szikrázó jelenléte van. Hirtelen elaludtam. Vagyis akkor ezt annak véltem. Fogalmam sem volt, mennyi ideig aludtam, amikor felébredtem, minden ugyanolyan volt, a madarak még csiviteltek, a nap is ugyanolyan szögben sütött rám. Lehet, hogy csak pár percet voltam távol? Fogalmam sem volt akkor még, kivel beszéltem, kivel találkoztam álmomban, amibe oly hirtelen belezuhantam. Annyit tudtam, hogy egy láthatatlan lény, és aki már 20 éves korom környékén is felkeresett egyszer, és aki annak idején a nagy változást megindította bennem néhány szavas tanításával. Akkor azt hittem magamról,
hogy skizofrén lettem. Meghasadtam, meghasadt az agyam, és biztos csak magammal társalgok. De az a tudás és bölcsesség, ami tőle jött, sose volt az enyém. Legalábbis nem a testbe zuhant és személyi számmal rendelkező ezéletbeli, szellemileg alvó ágié. Első megrőkönyödésem után világosan tudtam, hogy nem őrültem meg, és nem magammal társalgok. Megkérdeztem ki ő, de akkor ezt még nem árulta el nekem, nem volt annyi tudásom, amihez kötni tudta volna az információkat. Most se árult el magáról többet, csupán annyit. Itt vagyok veled. Itt vagyok, veled vagyok. Edward valóban érzékelt engem. Tudom, mit éreztél, amikor zokogva a gyűlöletettől féltél a legjobban. De tudtad jól, a megtapasztalt isteni erővel nem gyűlölhetsz. Aki gyűlöl, azon a gyűlölt személy uralkodik. Te pedig győzedelmeskedtél. Emberileg nézve logikus lenne, ha kiakadnál, érzelmileg megrogynál, és gyűlölnéd azt, aki kínozott és az életedre tört. De ahhoz, hogy átlagember légy, nem kell beavatás, nem kell szellemi tanítás és mester. Neked azonban már emberségesen sem elég cselekedni, hanem egyenesen, istenien illene. Ha elhiszed most is, hogy rendelkezel a megtapasztalt erővel, tudod, hogy se ő, se más nem árthat neked, amíg ehhez az erőhöz kapcsolódsz. Sose voltál egyedül, de a próbát neked kellett kiállnod, előtte nem kaphattál semmiféle biztosítékot. Túl vagy egy nagy beavatáson, így most már másként beszélhetünk veled. Láttad megkötözöttségét, rabságát. Amikor erőben voltál, akkor láttad a valóságot. Akkor senki nem képes gyűlölni, sőt, abban az állapotban nincsenek már érzelmek. Most, amikor már nem érzed annak teljességében ezt az erőt, elbizonytalanodsz. Aki gyűlöl, az fél. Ugyanis egy emberi szólás szerint legjobb védekezés a támadás. A gyűlölet támadás. A gyűlölet védekezés. Harci eszköz. Te nem akarsz már harcolni, de nem elég, ha csak nem gyűlölöd, mert segítened kell neki. Amikor segítesz, épp úgy, ahogy annak a másiknak kell, akkor energiával eteted. Szeretet, szeretetés, azaz épp a megfelelő módon a tiszta energiával való táplálás. Ez csak annyi, hogy te összekapcsolódsz a legtisztább, legerősebb isteni erővel, és engeded, hogy áramoljon felé. Te jóvá tudnád szeretni. Hogy miért te? Majd ezt is megérted idővel. Te döntesz. Csak pár hónap múlva otthon tudtam meg mesterem nevét, amikor megkezdődött tudatos felkészítésem utam következő szakaszaira. Ő volt az, akit egyik földi testet öltésekor impotentként ismerhet, aki ismeri. Jelenléte az álomból való visszatértem után is oly kézzel fogható maradt számomra, hogy örömömben elsírtam magam. El nem engedem a kezed. Biztosítottam a legkisebb hezitálás nélkül, inkább magam, mint mesteremet. Teljesen megújultam erőben, sőt, igazából ezt az erőt, melyet magamban éreztem, addig nem is ismertem. Mondhatni, magamra sem ismertem innen kezdve. Ide idézem a nagy sikerű rejtély, The Fringe című sorozatból Walter, a tudós, elgondolkodtató elméletét. A félelem az egyik leghatékonyabb állapota az embernek, amikor képes minden tudati korlátain túllendülni. Ezt csak megerősíteni tudom. Ősi bölcsességek, sőt még a Biblia is tanítja, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet, hanem a félelem az ellenpontja.
Az emberi érzelmek erőterében a legszélső pólusban retteg az ember, mint a kifeszített éj legnagyobb erőpontjában. Látszólag ez a pont van legmesszebb a céltól, ám csak, és kizárólag innen lehetséges beletalálni, csak innen indulhat a röppája. Minden a célhoz látszólag közelebbi pont lanyha és erőtlen a legszélső erejéhez képest, amikor szó szerint a pattanásig feszítjük a húrt. Persze a félelemnek is széles a skálája, és ennek nem kell a leghétköznapibb módon ismert rettegésnek lenni. Ki milyen módon tapasztalja meg, sorsfüggő, de ugyanezt szolgálja a felébredés rettenete idézőjelbe, amikor meglátjuk az illúziót, amiben éltünk, és szinte sokkot kapunk. Ugyanez az Istent félni kifejezés is, aminek köze nincs a vallások által lebutított gyermeki félelemhez, hanem azt a ráébredést jelenti, amikor saját parányiságunkat megéljük az univerzum végtelenségében. Ez is pontosan ugyanaz a kifeszített íj és röppája. Bár a testem még a szörny börtönében feküdt látszólag mozdulatlanul, ám lelkem és szellemem már célba talált. Már nem az voltam, akire kést fogott, hanem az, aki győzött, legyőzte saját félelmét. Aki hitt, emlékezett és dönteni mert. Bár csak most a matracon fekve értette meg az elmém, mi is történt és miért kellett ez a beavatás, mely szétfeszítette az eddigi művi biztonsági láncomat, a lelkemnek ez már múlt idő volt. Lám a téridő játéka. Köszönöm figyelmeteket, és tényleg áldott olvasást kívánok nektek. Köszönöm.